Alexander Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szombaton jelentést tett Volodymyr Zelenszky elnöknek az ukrán erők Kurszki területen való helyzetéről, számolt be az Ukrajinska Pravda hírportál. Az elnök Telegram csatornáján arról számolt be, hogy Szirszki jelentett neki a Torecki és Pokrovsk irányokról is. A főparancsnok szerint a helyzet ellenőrzés alatt áll. A második téma Kurszki területen folytatott hadművelet volt. Államunk csere alapja feltöltődött. Köszönet minden katonának és parancsnoknak, akik orosz hadifoglyokat ejtenek és közelebb hozzák az Oroszország által fogva tartott katonáink és civiljeink szabadon bocsátását. Mutatott rá Zelenszky, majd hozzátette, hogy Szirszki tábornok beszámolt az ukrán erők Kurszk térségében lévő pozícióinak megerősítéséről és a stabilizált terület bővítéséről is.